Stúdiónk vendége Balázs Gábor, eszmetörténész. Üdvözlöm itt a stúdióban. Üdvözöllek. Ezen a héten a Balák heti szakaszról fogunk beszélni, ami egyébként nem egyedi eset, de ritka eset, hogy egy nem zsidó nevéről van elnevezve ez a heti szakasz. És a heti szakasz valódi főszereplője nem Balák, hanem egy szintén nem zsidó, de egy kiemelkedő nem zsidó proféta, akit Bileámnak neveznek. És ennek kapcsán aktuális beszélni arról a tulajdonképpen egy tévképzetről, vagy nem egyértelműen igaz kijelentésről, miszerint a zsidóság az a szabadságnak a vallása. Ezt nagyon sokszor lehet hallani, többnyire olyanok szájából, akik magától értetődőnek veszik a szabadság fogalmának egy bizonyos értelmezését, és azt is magától értetődőnek veszik, hogy a szabadság értelmezésének egy modern verziója az ráhelyezhető egy hagyományos kultúrkörre, egy hagyományt követő ókorból származó vallásra. Ez csak nagyon korlátozottan igaz. Ha persze természetes, hogy sok olyan dolog, ami nagyon vonzó modern ember számára, az tényleg megtalálható az ősi zsidó hagyományban, például ilyen a gondolatnak a szabadsága, a vitának a szabadsága, az, hogy a zsidó hagyományban nem alakult ki dogmatika. Persze vannak kötelező érvényű hitelvek, de ezek a kötelező érvényű hitelveknek a pontos jelentése nem rögzített, a pontos jelentése az interpretáció függő, ezekről szabadon lehet vitatkozni. Tehát ilyen értelemben persze lehet azt mondani, hogy a zsidóság az a szabadság vallása. A szabadság, mint elv nagyon fontos, hogy megjelenik. Mégis ennek a heti szakasznak a kapcsán én megemlíteném a szabadságnak két alapvetően különböző felfogását. Az egyik felfogása az, amit Sir Isaiah Berlin úgy nevezett, hogy a negatív szabadság. És a negatív szabadság az, amelyet általában a különböző, a liberalizmus politikai eszmevilágát követő politikai irányzatok vallanak, és ez azt jelenti, hogy a szabadságom abban nyilvánul meg, hogy minél kevesebb korlátom legyen, ezért negatív szabadság, nem azért, mert ez nem értékítélet, hanem azon keresztül definiálja a szabadság fogalmát, egy tagadáson keresztül, hogy nincsenek korlátaim. Ezzel szemben áll az úgynevezett pozitív szabadságnak a modellje, amelyik általában ezt inkább a politikai konzervativizmusnak a hívei vallják ezt a szabadságfelfogást, amik azt mondja, hogy nem a korlátok hiánya, hanem az a szabadság lényege, hogy azt teszem, amit én akarok. Attól, hogyha szabadon vállalt korlátaim vannak, attól még nem vagyok kevésbé szabad. Ez tehát egy modern politikai vita. Amennyiben az utóbbi felfogás szerint értelmezzük a szabadságot, akkor azt hiszem, hogy valóban azt lehet mondani, hogy a zsidó hagyomány énak van egy olyan tendenciája, amelyiket bátran úgy lehet nevezni, hogy a szabadság vallása. Kitűnő példáját látjuk ennek a két szabadság felfogásnak, a két kiemelkedő profétának, aki szerepel ebben a heti szakaszban. Itt két spirituális géniuszról van szó. Az egyik Mózes, aki nem új szereplő egyáltalán, és ez a Mózes az, akivel az örökkévaló szemtől szembe beszél, bármit is jelentsen ez a kifejezés. Ez a Mózes az, akiről azt mondja a Tóra, hogy nem lesz olyan proféta több, mint amilyen Mózes volt Izraelben, teszik hozzá. Mit jelent ez, kérdezi a talmudi kommentátor, mit jelent ez, hogy Izraelben nem lesz olyan, és azt a választ adják rá, hogy a népek között, a nem zsidó népek között, ott viszont van olyan, és ez Bileám. Tehát itt látjuk egy nagyon érdekes megnyilvánulását a Talmudban, én egy másodpercig nem fogom azt mondani, hogy a Talmudnak a domináns irányvonala az az univerzalizmus, de jelen vannak univerzalista eszmék a Talmudban. Tehát például itt a legnagyobb zsidó profétával legalábbis egyenlő szintre helyeznek egy nem zsidó profétát, ezzel azt sugalva, hogy nincsen alapvetően, tehát képességek tekintetében semmiféle különbség egy zsidó és egy nem zsidó között, mind a ketten Isten teremtményei emberek, és csak tőlük függ, hogy jó vagy rossz irányba fogják a képességeiket megvalósítani. Mózesnél végig azt látjuk, hogy Mózes mindent megtesz azért, hogy a legjobb irányba
vigye az általa vezetett népet. Milyen azonban ez a Bileám? A Bileám, aki úgy tűnik, hogy Balák, a király, pontosan tisztában van azzal, hogy ő megátkozza a zsidó népet, akkor a zsidó nép el fog veszni. Ha megáldja őket, akkor a zsidó nép sikerrel jár. Tehát hihetetlen spirituális energiák vannak Bileám birtokában. És Bileám nem tud más tenni, mint amit az örökkévaló sugal neki. Megáldja a zsidó népet, de későbbi történetekből úgy derül ki, hogy mégis végül azonban nem egyértelműen pozitív szereplő Bileám, és a zsidó nép bukásának is úgy tűnik, hogy, vagy pontosabban az egyik kudarcának Izrael népének a pusztai vándorlás során éppen a Bileám az oka. És felvetődik ez a kérdés, hogy mit tudunk meg Bileámról? Vajon miért volt ő más típusú vezető, hogyha képességei tekintetében egyenlőek voltak Mózessel? Akkor mi a nagy különbség? És azt hiszem, hogy ez a kettőjük szabadságfelfogása között volt. Bileám egy olyan típusú zseni, aki a negatív szabadság felfogásolja. Azt mondja, nekem nincs szükségem közösségre. Nekem nincs szükségem népre. Ez egy nagyon érdekes talmudi szójáték, tovább erősíti ezt a gondolatot. Próbálják megmagyarázni, hogy mit jelent ez a név, hogy Bileám, és a talmudi kommentátor azt javasolja, hogy úgy értelmezzük, hogy Bileám. Tehát nép nélküli. Tehát egy olyan ember, aki minden közösségi lojalitást, minden közösséghez tartozást levetett magáról, mondván, hogy én individuum vagyok. Én vagyok a legokosabb, én vagyok a legnagyobb spirituális hatalommal rendelkező ember, nekem a többiekre nincs szükségem. És ezt kell tudnunk tulajdonképpen egy olyan profétáról, aki nem tartozik a zsidóság kötelékébe. Igen, bár én azt hiszem, hogy itt valójában tényleg a vezetői archetípusokkal, tehát nem az a baj Bileámmal, hogy ő nem zsidó, hanem az, hogy ő egy olyan vezetői modellt választ, amelyik azt képzeli, hogy a közösségtől függetlenül is tudok vezető lenni. Nekem nincs szükségem a többi emberre, mert én jobb vagyok. Ehhez képest, hogyha ezzel összehasonlítjuk a Mózest, egy egészen más típus találunk. Mózes úgy fogja föl a vezetői szerepet, hogy a vezető a közösségnek a szolgája. És ez válik érthető módon, ugye a zsidó hagyomány az a mózesi modellt követi, de egy nem kisebb géniusz, mint a Bileám, az azt mondja, hogy én merem a korlátokat vállalni, én megszabok magam számára, elfogadom a közösséghez tartozásnak a korlátait, és ettől én nem leszek kevésbé szabad. Tehát nem arról van szó, hogy Mózes a rabságot választotta, és Bileám a szabadságot, hanem hogy ők ketten a szabadságnak két különböző koncepcióját vallották, az egyik a közösségtől való függetlenedés, az individuumnak a korlátlan uralmát hirdeti, a kiemelkedő individuumnak, a másik pedig azt hirdeti, hogy a kiemelkedő individuumnak is csak akkor lehet teljes az élete, hogyha be tud illeszkedni a népébe, hogyha a hűségen, a néphez való lojalitáson keresztül szolgálja, és ettől ő nem kevésbé lesz szabad, hanem egy egészen másfajta szabadságot fog megtapasztalni, ahol nem külön élve, nem a néptől elszakadva, hanem a népben benne élve minden konfliktussal és minden korláttal együtt valósítja meg önmagát. Tehát, hogyha aktualizálni akarom ezt a heti szakaszt, akkor tulajdonképpen ez egy modell lehet a mai politikai vezetőknek is. Azt gondolom, hogy mind a politikai, mind a vallási vezetők számára ezen nagyon érdemes elgondolkodni, hogy vajon kihez akarok hasonlítani, ahhoz, aki tényleg vállal bizonyos korlátokat, de a korlátokért azt kapja cserébe, hogy benne marad a közösségben, benne marad a népben, vagy pedig azt gondolja, hogy én annyira kiemelkedő vagyok, hogy nekem nem kell azzal törődni, hiszen úgyis én ismerem a legmagasabb rendű spirituális igazságot, és ezért nem kell azzal törődnem, hogy mit gondol a közösség rólam. Aki a Tóra olvasáson részt szeretne venni, annak mikor és hova kell megérkeznie? Bármelyik zsinagógába természetesen, de mi különösen szívesen várjuk a Visegrádi utca 3-ban, ahol 9 órakor kezdjük az imát, és hozzávetőleg 11:30-ig tart, utána pedig kidussa is nagyon szívesen látunk minden vendéget. Az elmúlt percekben Balázs Gábor eszmetörténész a heti szakaszt ismertette. Köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Shabbat shalom. Shabbat shalom. החסיד המיוחד הרב חיים שאול ברוק סיפר בהתוועדות את המשל הבא. היה מלך שיצא לצייד ביער יחד עם הפמליה והשומרי ראש שלו. הוא היה לבוש בלבוש אזרחי, ושם ביער המלך איבד את הדרך
ולא מצא את הפמליה והשומרי ראש שלו. הסתבך עמוק בתוך היער. עברו שעות רבות, המלך היה עייף ורעב. הגיע הלילה, התחיל לשמוע קולות מפחידים של חיות טורפות, והנה בקצה היער הוא רואה אור שיוצא מתוך בית. ניגש המלך אל אותו בית, דפק בדלת, פתח לו את הדלת יהודי, והמלך לא הזדה, ואומר לו, אודה לך מאוד אדוני, אם תוכל לעזור לי ולארח אותי, אני מאוד רעב ועייף. היהודי אמר, בכבוד רב, בוא תיכנס. היהודי היה דל אמצעים, אבל מכל הלב ירח את המלך. לקח כוס שהייתה מלוכלכת, וחלב לתוכה, חלב מהעיזה שהייתה לו בחצר. ונתן למלך לשתות. אחר כך הוא לקח ירקות שעוד מעט כבר רקובים לגמרי, אבל זה מה שהיה לו בבית, ונתן למלך לאכול עם איזה לחם יבש. ואז סידר לו מיטה מקש ותבן. והמלך ישן, קם בבוקר והודה בחום למארח היהודי שלו. זמן קצר אחרי שהמלך הצליח לחזור חזרה לארמון שלו, הוא ביקש מהפמליה שלו, בבקשה, לכו תביאו אליי את אותו יהודי שהציל את חיי אל הארמון, אבל אל תגידו לו מה הסיבה שאני קורא לו. היהודי בדרך אל המלך היה בחרדה גדולה, מה המלך רוצה ממני? נכנס לתוך החדר בארמון של המלך, והמלך אומר לו, אתה מזהה אותי? אומר לו, לא, תסתכל טוב, מצטער, לא מזהה אותך. המלך הוריד את הכתר ואת הגלימה, אז היהודי אומר, אוי, זה אתה, הבן אדם שהתארח אצלי לפני כמה ימים. המלך אומר לו, נכון, ואני לא אשכח לך את זה כל חיי, על זה שהצלת אותי. והמלך דאג לאותו יהודי ונתן לו אחוזה מפוארת. ונתן לו כסף רב כדי שהוא יוכל לחיות באושר וכבוד למשך כל ימי חייו. יום אחד, אחד היהודים בקהילה ניגש אל אותו יהודי שהציל את חייו של המלך, ואומר לו, תגיד לי, איך נהיית כזה עשיר? זכית בלוטו? קיבלת ירושה? אומר לו, לא, יום אחד אני הבאתי למלך כוס של חלב עזים שהייתה מלוכלכת, עם ירקות רקובים, עם לחם יבש וקש ותבן. באמת? הוא אומר לו, כן. תודה רבה לך שגילית לי. אותו יהודי מיד הלך ודאג לארגן כוס מזוהמת ומלוכלכת שהיה בתוכה חלב עזים, עם ירקות רקובים, לחם יבש וקש ותבן, והגיע אל המלך ואומר לו, כבוד המלך, הבאתי לך מתנה שאתה מאוד תעריך. אז המלך מסתכל, אומר לו, תגיד לי, אתה נורמלי? מה זה הדבר הזה? מה, אתה מזלזל בי? הכניסו אותו מיד לכלא לכל החיים, את החצוף הזה. אז הבן אדם אומר, אני לא מבין. לחבר שלי, הוא הביא לך בדיוק את אותם דברים, נתת לו עושר כזה גדול, ואותי אתה מכניס לכלא? הוא אומר לו, זה בדיוק ההבדל. החבר שלך, כשהוא נתן לי את המצרכים האלה, אני הייתי במצב קשה. אני לא ידעתי איך אני חוזר הביתה, הייתי אבוד. וכשהוא הציל אותי, היה לזה ערך גדול. אבל עכשיו שאני נמצא בארמון, ויש לי את כל מה שאני צריך, המתנה הזו לא רק שלא מכבדת אותי, היא מזלזלת בי. ועל זה אמר רב חיים שאול ברוק, היום אנחנו נמצאים בגלות. גם הקדוש ברוך הוא כביכול נמצא איתנו, עם ישראל בגלות, כפי שכתוב, שכינתה בגלותה. והיום לכל מצווה, לכל מעשה טוב שאנחנו עושים, יש ערך גדול. עוד מעט תבוא הגאולה, ואז הקדוש ברוך הוא חוזר להשכין את שכינתו באופן הכי גדול וחזק, ולמעשים שלנו כבר לא יהיה אותו ערך גדול כמו שעכשיו בזמן הגלות. והנה אנחנו רואים בפרשת השבוע. בלעם אומר על עם ישראל, הינם כלבי יקום וכארי יתנשא. רש"י מסביר לנו במקום, עם ישראל יש להם מעלה מיוחדת, שהם חוטפים מצוות. איך שהם קמים בבוקר, הם מיד מנסים לראות איזה מצווה הם חוטפים. כי מתי אנחנו חוטפים משהו? כשאנחנו מאוד רוצים אותו, שהוא מאוד יקר לנו ואהוב לנו. זה הזמן לחטוף כמה שיותר מצוות, ושנזכה לגאולה תכף ומיד ממש. שבת שלום.
Stúdiónk vendége Szabó György, a Mazsök elnöke. Szia Gyuri, üdvözöllek! Jó reggelt kívánok! Hát azt kell mondani, hogy nagyon intenzív munkát végez a Mazsök. Ha jól látom, akkor perceken belül megoldjátok az iskolai pályázatokat. Erről előjárom a pár mondatot. Hát ugye minden évben kiírásra kerül a szociális pályázatok, szociálisan rászorult gyermekeket támogató pályázatunknak a sorsa, hiszen tegnap a pályázati bizottság már tárgyalta, és jövő héten a kuratórium feltehetően jóváhagyja, és a szokásos módon ugye az év kezdetekor a rászoruló gyermekek megkapják a segítséget. Ugye az idén a eddigi legmagasabb szám volt tapasztalható, mintegy 160 családot fog a Mazsok támogatni vásárlási utalványokkal a tanév kezdetén. És akkor még a tanév kezdete előtt ezt meg fogják kapni, hogy a tanévre készülve fel is tudják használni? Általában igen, így szokott történni. Igen, a kiértesítést a titkárság megteszi a pályázók számára, és a Mazsok irodában átadásra. Voltak-e olyan pályázók, akik valamiért nem feleltek meg a kiírásnak? Azt hiszem egyetlen egy olyan pályázat volt, amelyet... Az is inkább nem... technikai okokból, hogyha jól láttam. Igen. Még nem érte el azt a kort, amikor... Igen, a gyermek nem érte el azt a kort, amikor még... Már éppen megszületett. Iskoláztatni lehessen. És így ez a támogatás nem fog létrejönni jelen pillanatban. Gyuri, nagyon sokan arról beszélnek, hogy Magyarországon a zsidóság a fénykorát éli. Te nagyon nyersen meg szoktad mondani mindenről a véleményedet, viszont nagyon érdekel, mert most a Haljad Izraelbe, ami a Kossuth Rádióban hangzik el, meg itt a televízióban is végignéztem a zsidó oktatási intézményeket. Hát hála a mindenhatónak el vagyunk látva. Tehát a Habad általános iskola és gimnázium létezik, mondhatnák azt is, hogy virul. Az ortodoxoknál egy kisebb ilyen kérdőjel van, az nem világos előttem, hogy mi történik, erről te tudsz valamit? Én sok mindenről tudok, de maradjunk a reneszánsznál. Tehát ugye egyértelműen ugye azt mutatják az iskolák, hogy a zsidóság fejlődik, a zsidóságnak megvannak a lehetőségei, arra, hogy nyugodtan, békésen élje meg a hétköznapjait. És ugye nagyon, nagyon örömteli jelesül, hogy a Badacsony-Tomai üdülőnek a foglalás is ezt bizonyítja, hiszen szinte minden iskola diákjai eltöltenek hosszabb, rövidebb időt ugye a Badacsony-Tomai táborban. Tehát valóban rendben mennek a dolgok. Ugye az ortodox iskola kapcsán, ugye az elnök választás következtében természetesen ugye bizonyos dolgoknak az újragondolása szükséges. Igen, de ha már Badacsony Tomajt említed, ami neked egy nagyon fontos projekted volt, végül is több mint valószínű, hogy értékesítésre kerül, mert azt, hogy ez business minded alapon, tehát gazdaságilag fent lehessen tartani, túl nagy kéne a beruházás hozzá, akkor milyen alternatíva lesz ehelyett? Nyilván, hogyha értékesítésre kerül a Badacsony-Tomai üdülő, ugye a kiírásnak a feltétele és a elbírálásnak a pontozása arra összpontosít, hogy ugye, ha értékesítésre kerül a Badacsony-Tomai üdülő, a következő tulajdonos szintén zsidó célra hasznosítsa ugye ezt az üdülőt annak érdekében, hogy továbbra is tudja a közösség érdekeit szolgálni, hiszen ugye a Mazsök számára ugye nem áll rendelkezésre olyan mennyiségű pénz, amiből ezt az üdülőt föl lehetne újítani olyan állapotban, hogy az hosszú távon biztosítani tudja az üdülést gyakorlatilag. Na de éveken keresztül, amíg te éjjel-nappal harcoltál ezért, egy új nisa jelent meg, egy új lehetőség arra, hogy templomkörzetek, baráti társaságok,
a Shulchan Aruch betartásával együtt el tudtak menni zsidó módra nyaralni. Igen, csak ugye hát be kell vallani, hogy ugye a mazsok sem a fáról szedi a pénzt. Gyakorlatilag. Hát nem a manna ott jön. A manna még nem a mazsoknál hullik ugye a földre. Igazából ugye annak ellenére, hogy ugye nagyon jól prosperál ugye a badacsony-tomai üdülő, ugye egy kicsit keserű szájíze van mindig az embernek, hiszen mindennek ellenére, hogy nagyon sokan ott nyaralnak, és nagyon sokan élvezik a helyt, a Balatont, a medencét, stb. Amikor a fizetésre kerül a sor, többször, sokszor egy-másfél évig rohanunk azért a fenntartás nem fedező pénzösszegért, amelyért bérbe van adva gyakorlatilag. Hát, futok a pénzem után. Tehát nyilván, hogyha mindezek a problémák orvosolna, nyilván forráshoz tudna jutni a mazsok, nyilván, ha föl tudnánk újítani az üdülőt, természetesen egy kicsit más lenne a helyzet. Itt ugye egy régi munkásőr üdülőről van szó, ami eléggé le volt strapálva. Sajnos igen, aztán utána volt egy 10 éves időszak, amikor bérbe volt adva, annak a körülményeit inkább ne taglaljuk, aztán hogy került vissza a mazsokhoz, szintén ne taglaljuk, mert csak a fejem fájna tőle, fájt miatta már eleget. Tehát jelen állapotban ez a helyzet sajnos. Na de hát az ember már csak olyan, hogy a jóhoz hozzászokik. Nagyon hamar hozzászoktunk ezzel a jóhoz, ez most akkor nem lesz. A jóhoz hozzászokunk, főleg, hogyha ingyen van. Hát ez is egy emberi gyarló dolog. Így van, tehát ugye ennek valamilyen módon ugye szabályozni kell. Gyakorlatilag meglátjuk, hogy mi történik. Azt tudom mondani, egyenlőre feltételes módban lehet mindent kijelenteni ezzel kapcsolatban. Menjünk vissza az iskolákhoz, mert végignéztem, ugye megvoltak az érettségik, most már két irányzatnak is felsőoktatási intézményei is vannak, és a végzettek azok nagy részben külföldre távoznak továbbképezni magukat. Vajon utána vissza is fognak térni szerinted? Hát a zsidó intézményekre gondolok. Nyilván, tehát ugye a fiataloknak a jó része, nem tudom, hogy ez mennyire zsidó példa, mennyire vonatkozik ez ugye a többségi társadalomban tanuló diákokra. Gyakorlatilag nyilván abban az esetben, hogyha vallásos gyerekekről beszélünk, egyértelműen a tanulmányok folytatása ugye csak külföldön lehetséges, hiszen ma Magyarországon nincs lehetőség arra, hogy egy vallásos ortodox lány vagy egy vallásos ortodox fiú ugye itt folytassa tovább a tanulmányait. Hál' Istennek egyre több és több ilyen gyerek van, akik ortodox vallásos irányultságot mutatnak, tehát ők egyértelműen külföldre távoznak. 50-50% az esély, hogy aztán hogy hol fognak élni, vagy külföldön, vagy Magyarországon, ugye ezt a házasságot követő időszakban derül ki gyakorlatilag. Ugye a többi gyerekeknek az esetében szerintem az arány nem más, mint a nem zsidó gyerekeknek az esetében, ugye a visszatérés vagy a nem visszatérés kérdésében. Természetesen az lenne a legjobb, az lenne a kívánatos, hogy minél több gyerek térjen vissza Magyarországra, és ugye itt hasznosítsa azt a tudását, amelyeket külföldi intézményekben szerzett meg. Utálok dicsérni, főleg szembe dicsérni, de hála az örökkévalónak a mazsok a 3 hullám idején, itt a pandémia idejére gondolok, emberfelettit alkotott a túlélők és egyáltalán a közösség érdekében. De akarjuk, nem akarjuk, a 4. hullám már itt csapkod a reptér környékén. Vajon lesz-e ereje és motivációja a mazsöknek most ebben a 4. hullámban is úgy kivenni a részét, mint az 1. 3-ban? Ez nem erős motiváció kérdése, hanem kötelesség.
Tehát a holokauszt túlélőkről és úgy általában az időseinkről való gondolkodás nem motiváció kérdése, hanem minden egyes zsidó embernek kötelessége. Hát, hogyha a parancsolatokat betartja. Hogy segítsünk. Én remélem, hogy erre nem kell, hogy sor kerüljön, de hogyha sor kerül, akkor mi mindig ott vagyunk és segíteni fogunk. Hány esztendőre elegendő túlélési készlete van a mazsöknek ahhoz, hogy sajnos a túlélők egyre kevesebben vannak, viszont a második generációval is vannak problémák, ez a téma egyre melegebb, egyre többet foglalkoztok vele. Igen, a probléma nem egyszerű, hiszen a pilot programok nem egészen azokat az eredményeket hozták, amelyeket szerettünk volna. Jóval kevesebb embert értek el, mint amit szerettünk volna. Ezért ugye mindenféleképpen azon dolgozunk, hogy ki kell jönni abból a bizonyos dobozból, amiből eddig éltünk, és valahogy szélesíteni kell az elérésnek a lehetőségeit. Ugye igen, nagyon fontos a második generációnak a kérdése. Nagyon nagy és szerteágazó gondokról beszélünk. De lehet, hogy a második generáció szégyeli, hogy problémái vannak. Ugyan lakhatása van neki, valami minimális nyugdíja is van neki, de úgy érzi, hogy zsenás lenne, hogy kellemetlen lenne elmenni, sorba állni, kitölteni a papírt, és azt mondani, hogy hát igazából rendbe kéne hozni a fogaimat, de nincs rá pénze, majd valahogy összekuporgatom. Hát, tehát van egy emberi büszkeség. Azt én értem, de ugye mi meg nem vagyunk gondolatolvasók. Tehát nyilván olyan embereknek tudunk segítséget adni, vagy fogunk tudni segítséget adni, akik ugye igénylik ezt a segítséget. Ugye, igényelnék, de valamiért van valami fékező. De azt kell megérteni, nekem nincsen arra eszközöm, tehát én nagyon szívesen végigsétálok a körúton és a Dohány utcán és bárhol Budapesten, és végigkérdezek minden embert, hogy te másodgenerációs vagy, másodgenerációs vagy, másodgenerációs vagy, másodgenerációs vagy, csak akkor ugye nem fogunk a sor végére érni. De nyilván akkor, amikor befejezzük a pilot programnak az egységesi összesítését, levonjuk a konzekvenciákat, utána kell azt eldöntenünk, hogy milyen formában nézzünk szerte szét, és hogyan próbáljuk bevonzani ugye a másodgenerációban problémával rendelkező személyeket, de ez sajnos ő nélkülük nem fog menni. Volt nem tudom konkrétan, hogy a mazsök mennyire vette be részt, az előző miniszterelnöki hivatalt vezető miniszternek egy projektje, illetve az államnak egy projektje, amiben részben a hadijárvákat hozzásegítették részben gyógyszerjuttatáshoz, ám ezek pár hónap alatt kifutottak, illetve lejártak, és ezeknek a meghosszabbítása komoly problémákba ütközik. Van-e értelme, hogy a mazsök itt elkezdjen közreműködni? Hát a hadijárvak, hadirokkantak, hadiőzvegyek tekintetében a mai napig is folyik a nyugdíjkiegészítés, tehát nem tudom, hogy milyen emberek jogosultak voltak negyedévenként valami 12.000 forintos patika hozzájárulásra, és automatikusan ezek a kártyák lejárnak, és utána... Valóban nem tudok erről a történetről. Végre valami, amit tessék utána nézni. Jó, beszéltünk sok mindenről, még mindig nem tudom, hogy az ön Anima Minja, magyar fordításban hiszek egy, az nem is pontosan ezt a... Hitvallása. A hitvallása, köszönöm. Hogy tud még többet tenni azokért, akik itt vannak közöttünk? Nyilván nap mint nap azon gondolkodunk, hogy hogy tudunk tenni ebben ennek érdekében. Jelen pillanatban is nagyon nagy erőkkel dolgozunk a Mazs Alapítvánnyal jelesül több dolgon. Ugye többek között azon, hogy van majdnem 2000 olyan holokauszt túlélő a rendszerben, akik nem vesznek igénybe ellátást.
jelen pillanatban ugye nagyon erőkkel próbáljuk ezt a 2000 holokausztúr, nagyjából 2000 holokausztúrt elérni, aminek ugye jelentős akadályai vannak, mint például a GDPR, ahol ugye, amely gyakorlatilag korlátozza az adatoknak. Vagy a MAZS-nak a szigorú szabálya. A MAZS-zal semmi probléma nincsen, tehát eddig is kitűnően dolgoztunk velük együtt, ezután is kitűnően fogunk együtt dolgozni. Tehát igazából jelen erőfeszítések arra irányulnak, hogy az a csaknem 2000 holokauszt túlélő, aki nem él az ellátásokkal, nem kapja meg azokat, mert eddig nem igényelte, elérjük őket, és kapcsolatba tudjunk lépni velük annak érdekében, hogy az ő életüket is egy kicsit meg tudjuk színesíteni. Időnk már lejárt, de nem engedem el annélkül, hogy ezt ne beszélnénk meg. Minden nemzetnek szüksége van mítoszra, a zsidó nemzetre is, és itt van két élő magyar, két ejtőernyős lány, akinek az életébe került az, hogy visszatértek Magyarországra, illetve az akkori Magyarország területeire, mint ejtőernyős önkéntesek. Hosszú hallgatás után felvállalta a MAZS-ök, hogy az események élére áll. Már az események perceken belül kezdődnek. Egy rövid összefoglalót szeretnék erről hallani. A hosszú hallgatást nem értettem, mert ugye mi nem hallgatunk. A hosszú hallgatást nem önre gondoltam. Hanem egyáltalán az emlékezés. Jó, csak meglepődtem, mert hosszan nem szoktam hallgatni általában. Sőt, amikor kézbe vette a dolgot, akkor úgy történt, hogy el is indult. Igen, tehát ugye a rendezvények lassan elindulnak július 22-én. Megemlékezéseknek. Július 22-én lesz gyakorlatilag a hivatalos nyitó rendezvény, ahol mondjuk először a neveket, kikre emlékezünk. Szenes Hannára és Haviva Rajkra természetesen, ugye a két magyar ejtőernyősre. Szenes Hannának a születésének 100. évfordulója van az idei évben. És ugye egy elég nagy programsorozat indul el július 22-én, több más szervezettel együttműködve, ugye teljes mértékben ugye a MAZS-öknek a finanszírozásába. Itt ugye a Mencs Alapítvány, a MAZSIKE, a Kerenejeszod együttműködésével gyakorlatilag megindul a rendezvény sorozat, aminek a nyitánya gyakorlatilag július 22-én a Stefán Honvédelmi Minisztérium kulturális központjában, a Stefánia Palotában lesz a nyitó rendezvény, amelyet ugye a Honvédelmi Minisztérium ingyen bocsájtott a rendezvény megrendezésére a MAZS-ök számára. És itt természetesen itt lesznek magyar politikusok, izraeli ejtőernyősöknek a hivatalos küldöttsége, és természetesen a magyar zsidó közéletnek a szereplői. Lesz egy, ugye a Shabbat Songnak a Percek Tánca című darabja fog bemutatásra kerülni, és gyakorlatilag egy nagyon szép délutánnak fogunk elébe nézni. Elképzelhető, hogy így a két hős, mindketten Izrael, Bátrai, Gibori Izrael, már Magyarországon is a történelembe bevonulnak, mint magyar hősök? Hát eddig is a magyar történelem részei voltak. Nem a tankönyvek. Szenes Hanna és Haviva Rajk, hiszen már 45-ben a Népbíróság egyik első cselekedete az volt, hogy Szenes Hannának a kivégzésének és elítélésének és kivégzésének a körülményeivel foglalkozott, és már 45-ben a Népbíróság ugye előléptetésre terjesztette elő gyakorlatilag Szenes Hannát, ami ilyen vagy olyan okokból nem tudott megvalósulni annak idején. Az, hogy a tankönyvekbe bele fog-e kerülni, nem fog-e belekerülni, ugye ez egy hosszabb folyamatnak a kérdése. Ön ezért harcolni fog? Remélem, hogy nem kell harcolnom, tehát azért 54 évesen nem akar az ember mindig harcolni, én azért örülnék neki, hogy ez egy kicsit simábban, mint tehát többé-kevésbé harc nélkül kerüljön bele a történelem könyvekbe. Én úgy érzem, hogy amikor ilyen hősökről van szó, a mostani kormánynál ez elég érthetően bele fog kerülni a történelem könyvekbe.
Egy nagyon érdekes heti szakaszunk van, a Balek erről mondja nekem három mondatot. Hát Baleknek semmiképpen nem Balek. Balek. Balák. Heti szakasz ugye tényleg az egyik legérdekesebb és legközismertebb heti szakasz, ugye amikor Balák a moabitáknak a királya ugye megijed gyakorlatilag az elmúlt heti szakaszban említett háborúktól, ugye amikor a zsidók legyőzik Szihont, és ugye Ogot Basánnak a királyát, és gyakorlatilag az történik, hogy Balák követeket küld ugye egy Bilám, ugye magyarul Bálám, ugye Bilámhoz, ugye aki egy nem zsidó proféta, jövőlátó ember volt annak érdekében, hogy átkozza el a zsidó népet gyakorlatilag, amiben ugye Bilám gyakorlatilag hozzájárul ahhoz, hogy elmenjen ugye Balákhoz, közben ugye álmot lát, és az örökkévaló megtiltja ezt neki, majd a második álmában jóvá hagyja az örökkévaló ezt a... És aki ennél többet szeretné tudni, most abba hagyjuk, mert nem mondja, ahogy én szoktam mondani, a poén nem maradjon le, menjenek el a zsinagógába, ha öntől szeretnék hallani a magyarázatot, akkor melyik zsinagógába is kell elmenni? Akkor holnap este a Vasvári Pál utcai zsinagógába 6:30 várok mindenkit. És ez nem a hirdetés helye, hisz a zsinagógák újra elég volt a zimzumokból, elég volt az interneten való imádkozásból. Tessék jönni, találkozni az örökkévalóval személyesen, örökkévaló füleivel hallgatja és figyeli, hogy mi történik. És rám például nem haragszik, amikor azt mondom, hogy Balek, hisz egyszerűen nem volt héberül előttem leírva, és úgy fejből mondtam, de nem ugrott be az elnök úr, úgyhogy egyből tudta javítani. A heti szakaszban látjuk őt, Toronyi Zsuzsa, a Zsidó Múzeum és Levéltár igazgatónője, kezicsókolom. Jó reggelt kívánok! Jó önt élőben látni. Csipke Rózsika álmából most már fölébredhet, de ha jól tudom, akkor a pandémia ideje alatt is nagyon sokat dolgozott. Nagyon sokat dolgoztunk, egy múzeumnak nem kell ahhoz nyitva lenni, hogy dolgozni tudjon, és elérje a közönségét. Úgyhogy nagyon sok gazdag tapasztalattal gazdagodtunk, mert kiderült például az, hogy a mi közönségünk az nem feltétlenül a közelünkben van. Nagyon sok online programot rendeztünk, és én azt gondolom, hogy ez egy olyan időszak, amikor így igazán megérthettük, hogy mit jelent az, hogy zsidó diaszpora, vagy mit jelent az, hogy magyar ajkú zsidók diaszporája, hiszen a rendezvényeinken általában elég sok országból bejelentkezett látogatók voltak, akár Kanadából, de egyszer volt egy új-zélandi látogatónk is online. Ez mind nagyon szép és nagyon jó, de hát a Zoom világából, az online világából vissza kéne térni a nyitott ajtók világába, amikor nem csak elméletileg és kamerák előtt, hanem élőben, saját szemünkkel, nem egy képernyőn keresztül láthatjuk, hogy mi minden gyűjtöttek elődeink össze, mi volt fontos, és hogy mi szerint szelektálja ön, hogy mi az, ami most elénk kerül, és mi az, amit a raktárba láthatunk. Ez így van, ezzel kell vitatkozni. Mikor várható, hogy élőben láthatjuk a múzeumot? Hát ami biztos, a múzeumok éjszakáján kinyitunk, utána még valószínűleg egy picit várunk. Megvárjuk azt, amíg mindenki olyan bátran fog múzeumba járni, ahogy az előtt. És amikor a mi pici tereinkbe is annyi embert engedhetünk be, ami már egy csoport. Ön egy nagyon érdekes intézménynek a vezetője. Mondhatnám azt, hogy ez nem csak egy múzeum, ez nem csak egy levéltár, hanem egy filozófia. Minden mögött ott van Toronyi Zsuzsa. Amikor valamit meg kell magyarázni tudományosan, akkor hopp, előkapjuk Toronyi Zsuzsát, és Toronyi Zsuzsa már is akadémiai értekezést ad, hogy valami miért van így, vagy miért van úgy.
hol tartunk ezzel? Ez nem olyan nagyon jó, mert ez azt jelenti, hogy nagyon hozzám van kötve akkor, ha ez így látszik, és én nagyon sokat dolgozom azon, hogy a kollégáim átvegyék ezeket a szerepeket. Tehát ők is ott vannak a tárgyak mögött. Én nem egyedül vagyok a múzeum, mi 25-en vagyunk. Az világos, de vajon ez a 25 ember elegendő ehhez a feladathoz? Hisz ön átvett egy múzeumot, és ez a múzeum nagyon sok fejlődésen ment keresztül, de még mindig vannak olyan kincsei, amihez nem jutott el. Ezen kívül önnek az a hivatása és a hobbija, hogy ön előre gondol az elkövetkezendő 100 évre is, hogy ami ma még itt-ott van, ezekből is múzeumi tárgyak legyenek, hisz azért van levéltára, és azért lehet tájékozódni, azért tudnak a kollégái dolgozni. Ki segíti önt ebbe? Ki ad ehhez pénzt? Hát ez egy jó kérdés, erre nem készültem. És más hát is egy államilag az a helyzet, hogy mi egy nyilvános magángyűjtemény vagyunk, a Mazsi Hisz a tulajdonosa a múzeumnak. Azzal együtt, hogy az alapítók egy egyesületként alapították a múzeumot, mint minden egyéb múzeumot egyébként, minden egyéb zsidó múzeumot az alapítás korában, de aztán átvette nálunk a Mazsi Hisz, a tulajdonos, de mint nyilvános magángyűjtemény, akik ellátjuk mindazokat a feladatokat, közfeladatokat, amiket egy gyűjteménytől, múzeumtól, levéltártól elvár a fenntartó társadalom, azt megtesszük, ezért kapunk ehhez állami támogatást is. És ez tulajdonképpen az alapműködésünkhöz elég. Minden egyéb extrát, azt megpróbálunk úgy kommunikálni, hogy legyen még valaki a világban, aki ezt fontosnak érzi, és olyan valaki legyen a világban, és érezze fontosnak, aki ezt anyagilag is tudja támogatni, és ebben nem állunk rosszul, szerencsére. Na de hát önnek az egyik hobbija a múzeumpedagógia, a múzeum tele van önkéntesekkel, amikor nyitva van, akik segítik a munkáját. Most és is van önkéntesek, ez a hobbija, hogy részt vesz a múzeum mindennapi életében. Mennyire támogatják önt ebbe? Itt van a minap a vendégem volt a Rumbach utcai zsinagóga igazgatónője, aki nagyon pozitívan nyilatkozott az ön kollégáiról, a múzeumról, de hát én azt hittem, hogy ott sokkal több helyet fognak kapni például. Mi is azt hittük. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen hosszabb folyamat még, amiben most vagyunk, és nem vagyunk a végén. Eredeti tervek szerint a Rumbachban valóban jóval nagyobb szerepe lett volna a múzeumnak. A legeslegeredetibb tervekben még raktárt is vittünk volna át, aztán a közösség máshogy döntött. De ezzel együtt én azt gondolom, hogy mi egy ilyen kicsit kétfejű intézménnyé fogunk válni, hiszen van egy nagyon fontos kiállításunk a Rumbach-Sebestyén utcai zsinagógában, aminek a múzeumpedagógiai feladatait el kell látnunk. Ehhez van egy terünk is. Kétségkívül jobb lenne sokkal több térrel, sokkal könnyebb lenne, hogyha egy kicsit jobban bent lehetne a lábunk abban az intézményben. De az is igaz, hogy az elmúlt évben megtanultuk azt, hogy nem kell mindig ott lenni valahol ahhoz, hogy csináljunk valamit. A jövő. A jövő az most nálunk a szombat, ami nem úgy általában a szombat, mint ahogy a Zsidó Múzeumban szokott lenni a jövő a szombat, hanem a múzeumok éjszakája lesz. És szerintem azt a rendszeresen hozzánk járók tudják, hogy mi minden egyes rendezvényünkön, minden alkalommal elmondjuk, hogy aznap milyen dátum van polgárilag, és aznap milyen dátum van a zsidó naptárban. Mi így kezdjük a reggelt. Nagyon helyes. Például, én azt gondolom, hogy ez amikor ez a beszélgetés folyik, akkor Tammuz hó 12. napja van, és 5781-et írunk, és ha jól emlékszem, amikor elakartak, meg elűztek minket, az akkori Izraelből, akkor először a luachot, a naptárunkat vették el tőlünk, hogy ne tudjuk, hogy mikor mi van. De mi tudjuk, hogy mikor mi van, és ezért elmondom, hogy szombaton nem csak június 26-a lesz, hanem Tammuz 17-e is, ami ugye egy szigorú bőjtnap, pont Jeruzsálem pusztulásának az emlékére, a 3 hetes gyászidőszaknak a kezdőpontja. Ezért egy viszonylag limitált programmal fogunk jelentkezni, ami egyébként illik is, azt gondolom, ehhez a jelenlegi, mondjuk ilyen, hogy posztpandémiás, vagy inkább pandémia közti állapotba. Úgyhogy olyan programokat szerveztünk, amik hát limitált létszámmal, de szerintem érdekes dolgokat fognak kínálni, és hogy mindig szoktuk csinálni, most is lesznek kültéri programok, ahol ezek a létszámkorlátok, amik a beltéri helységekre vonatkoznak, kevésbé érvényesülnek.
Úgyhogy most is fel fogjuk díszíteni a múzeum előtti teret, ott lesz a múzeumi szlengben Herzl Beach-nek hívott tér, ahol hát én remélem, hogy érdekes programokat fogunk kínálni. Ott kezdjük egyébként az egész esti programot egy közös hávdalával, és a múzeumban zárjuk, ahol Fröhlich Róbert országos főrabbi úr jön el hozzánk ahhoz, arra, hogy megtanítsa nekünk azt az egy misnát, ami közösen megtanuljuk azt a misnát, ami a Tammuz 17-ének a jelentőségéről szól. Tehát egy ilyen keretben és egy ilyen keret között lesznek azok a múzeumi programok, amik elérhetőek a honlapunkról például. Igen, de az ön nevéhez és Darvas István rabbi nevéhez fűződik az az ötlet, amikor évekkel ezelőtt a heti szakaszhoz, azt mondtuk, hogy vannak heti szakaszok, és minden heti szakaszhoz illik valami történelmi tárgy, valami a múzeumból, ami emlékeztet arra, ami hozzájárul a mindennapi hitélethez, vagy annak a kiszolgáláshoz, vagy annak a szerves részéhez. Ezt minden pénteken nézőink láthatják, sőt a Halljad Izrael adásaiban, a Kossuth Rádióban is ezt megismételjük, de hát nincsenek folytatása, elfáradtak? Egy is lehet mondani, azt is mondhatnám, hogy olyanok vagyunk, mint egy régi hitközségi jegyzőkönyv, ami mindig úgy kezdődik, ugye nálunk gyönyörű, ezeket pinkászoknak hívjuk, gyönyörű pinkászok vannak, mindegyiknek van egy csodálatos címlapja, leírják az egyesület alapszabályait, esetleg a taglistát, és mi mondjuk két hétig a fontosabb eseményeket rögzítik, aztán ez úgy általában elmarad. Én azt gondolom, mindennek megvan a maga helye és ideje. Ugye a mi múzeumi kiáltásunk is így kezdődik ezzel az idézettel, hogy minden perc fontos, és mindennek megvan a maga rendeltetésszerű ideje. Akkor ez volt fontos, és most én azt gondolom, hogy azon túl vagyunk, most más dolgokkal foglalkozunk, más dolog a fontos. Annyi a teendő tulajdonképpen, hogyha belegondolunk abba, hogy a zsidó kultúra milyen színes, és milyen sokrétű, és milyen sokféle külső inger ér minket, hogy tulajdonképpen csak a jelennel való folyamatos kommunikációval tudjuk ezt hitelesen képviselni, a jelen meg állandóan más. Nem tudok elképzelni önnel egy beszélgetést, annélkül, hogy fölhívnánk a nézőinket, hallgatóinkat arra, hogy úgy lehet a jelenkort az utókornak átadni, hogy minden olyan fontos dolgot, ami ma már csak útban van, nem komposztálunk, hanem eljuttatunk a múzeumba, hisz valamikor ezek nagyon fontos dokumentumokká válnak. Ma is vevők arra, hogy átvegyék ezeket a nagyon Abszolút. Érdekes, akár a mozi jegyeinket, egy zsidó eseménynek a belépőjét, a meghívóját, vagy megtalált régi leveleket, hisz most a is... A régit ne hangsúlyozzuk ennyire, nem kell ezeknek régieknek nem, lenni. A mostani, tehát a múzeum majd az nem volt bárta. Idő, igen, az... abszolút, és volt is egy felhívásunk már az elején, hogy gyűjtjük a Covid-dal kapcsolatos mindenféle olyan dokumentumot, vagy közösség életét dokumentáló tárgyat, dokumentumot, ami majd 100 év múlva elmeséli a akkori utódainknak, hogy hogyan éltünk mi most. Ennek az a nagyon érdekesség, és az egész korszakunknak az egy fontos tapasztalata, hogy mi egy digitális világban élünk, tehát ezek nem mindig háromdimenziós megfogható tárgyak, hanem a digitálisan született dokumentumok, vagy akár Zoom beszélgetés. Én kértem egyébként egy-két Zoom beszélgetést, hogy rögzítsenek azzal a céllal, hogy mi azt majd hosszú távon megőrizzük. Ezt persze nem lehetséges minden egyes közösségi eseménnyel, hiszen rengeteg program volt, és rengeteg minden van még mindig. Szóval ehhez azt gondolom, hogy mi nem tudjuk az egész internetet archiválni csak azért, hogy de azt megteszi más. De meg tudjuk keresni. De meg tudjuk keresni, és van néhány olyan dolog, amit meg tényleg direkt célzatosan rögzítettünk, ami egyébként így volt régen is, tehát régen sem őriztek meg mindent, hanem régen is a múzeológusoknak egy fontos feladata, hogy megpróbálják fölismerni, hogy mi az, ami 100 év múlva érdekes lesz.